1-0-ra vezet a Szolnok a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét ellen az 5.-8. helyekért folyó párharcban a férfi kosárlabda bajnokság rájátszásában. Szerdán apróságokon múlt, hogy nem sikerült elvenni a pálya előnyét a mély kerettel rendelkező Olajbányásznak, mely az utolsó negyedben tudott fordítani. Szombaton 19 órakor lesz lehetőség egyenlíteni a párharcban, és ezért mindent meg is tesznek majd Forrai Gábor tanítványai. Szurkolóink biztatására nagy szükségünk lesz, hiszen számunkra ők a 6. ember a pályán, fogalmazott a vezetőedző. Az eredeti időponttól eltérően szombaton 1 órával később 19 órától startol a szomszédvári ütközet a Messzi István sportcsarnokban. A klub és a kecskeméti rendőrkapitányság arra kéri a hazai szurkolókat, hogy a Dózsa-György úton és Izsáki úton, valamint az Olimpia utcán folyó úttest felújítások miatt időben érkezzenek, és a Szilkópnál található parkolóhelyeket válasszák, onnan gyalog közelítsék meg a sportcsarnokot.